Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Híradó után téma című hírháttér műsorunk jelentkezik. Augusztus 24-e és 28-a között rendezik az idei Szegedi Ifjúsági Napokat. Az év egyik utolsó zenés fesztiválját ezúttal is az IH Rendezvényközpont szervezi. Vendégem lesz a stúdióban Sódar István ügyvezető igazgató, akivel az idei szín előtti rendhagyó felvezető programokról is beszélgetek. A héten a finálé kamaraszínházi fesztivállal véget ér a Szegedi Színházi Évad. Adásunk második felében Gyüdi Sándorral, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatójával értékelünk. Előtte azonban, ahogy ígértem, Szegedi Ifjúsági Napok. A színt joggal emlegetik a Sziget Fesztivál kistestvéreként. A népszerű hazai és külföldi fellépők 10 000-eket csábítanak a Tisza melletti partfürdő területére. Tavaly 70 000-en tolongtak a Szegedi Ifjúsági Napok 12 programhelyszínén. Idén várhatóan újabb rekordokat dönt meg a fesztivál látogatottsága. 1968-ban kezdődött el az a városi fesztivál, amelyet a Szegedi Ifjúsági Napok elődjeként emlegetnek. Ezen a politikai, esztétikai, vallási okok miatt mellőzött együttesek is felléphettek. Ez a cenzúra mentesség adta a rendezvény különleges mivoltát, ami nagyon sokáig remekül működött, egészen a rendszerváltásig, amikor a fesztivál életében rövid szünet következett, de csak pár évig tartott. 2003-tól nagyobb, népszerűbb és a magyarokon kívül külföldiek is meghívást kaptak a Szegedi Ifjúsági Napokra. A kezdeti 12 000-es színtábor 2010-ben már 70 000-re bővült. Csak ezen a Scooter koncerten tavaly 12 000-en buliztak. Egy tag mindig változik, 3-4 évente, de a többiek Baxter, meg a Jordan, ők nem igazán. Mit vársz tőlük a mai koncerten? Egy jó bulit, biztos, hogy jó hangulatot fognak csinálni, hiszen németek is profik, amit csinálnak. A külföldi zenészek mellett a magyar csapatok számára is elismerés, ha a Tisza melletti színpadokon léphetnek fel a nyár utolsó jelentős fesztiválján. Nekem régi barátom, kollégám, tavaly előtt az én koncertemen, az arénában, meg a turnén is a Mókus volt az egyik zenekari tagom. Úgyhogy szólt nekem valamikor tavasszal, jövök és akkor mondtam, hogy jövök. A zenélés és az együttzenés ezt teljesen meg tudja őríteni az embereket, és olyan töltés, hogy az valami eszméletlen, és hát ehhez hozzátartozik, hogy a Mókus meg valami egészen speciális energiákkal van ellátva, mert mindenkit az egész környezetét lázba hoz és tűzbe hoz, döbbenetesen jó vele zenélni. Egy élő legendával játszani, és egyébként nem az bizonyítja, hogy milyen díjakat nyert, meg hogy milyen sok ember szereti, hanem csupán a lénye, és ez minden tehetséges embernél így van, hogy tök mindegy, hogy most hány, tényleg mindegy a körítés. Ha jön egy tehetséges ember, akinek olyan szellemiséget áldott meg a Jóisten, vagy összeszedte, vagy hite van, akkor csupán a lényével valamit teremt. És mindig az igaz dolgok, azok tényleg elviselhetetlenek, már annyira kevés van, hogy üvöltenek ebből a furcsaságból, ami itt van. Hála jó Istennek, meghívtak bennünket, de igazából most jön a nagy álom, mert jövőre most elkészül az új lemezünk, és ehhez nagyon sok, hát hogy mondjam, nagyon-nagyon reménykedünk, hogy ez meghozza számunkra az igazi nagy sikert, pedig hát
nekünk ma, szerintem mai napig nagyon nagy sikerünk van, de most szeretnénk valami újjal előállni, valami egészen új dologgal. Ahogy a fellépőknek elengedhetetlen, hogy jelen legyenek a Szegedi Nagy Fesztiválon, úgy természetesen a városi televíziónak is fontos, hogy mindenről beszámoljon önöknek. Ezt maguk a zenekarok is értékelik. Általában ilyenkor a buli előtt közvetlenül már nem igen szoktunk interjúkat adni, azonban mivel ti a város televízió vagytok itt Szegeden, éppen ezért, és még pont jókor jött az információ, hogy itt vagytok, ezért gondoltam, hogy gyorsan ember, akkor magam is jövök interjúzni. A fesztivál népszerűsége 2003 óta töretlen. Hogy így lesz a jövőben is, többek között erről beszélgetek Sodar Istvánnal, az IH Rendezvény Központ ügyvezető igazgatójával. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük viszont még a szín előtti időszakkal, hiszen minden évben valami különlegességgel készülnek a szervezők. Ezúttal utcai fesztivál, utcai dzsemmelés, hogyan kell elképzelni ezt a felvezető programot? Hát az idén arra gondoltunk, hogy megpróbáljuk megszólítani magukat a fesztiválozókat, illetve potenciális fesztiválozókat. Ezért az az ötletünk támadt, hogy vonjuk be őket is tulajdonképpen a fesztivál szervezésében. Tehát mindenki, aki a Színezd újra dalt újra kívánja színezni, hogy így fogalmazzam, az már is bekapcsolódott a színnek a szervezésébe. Ez pedig azt jelenti, hogy egy pályázatot írtunk ki. Egészen augusztus 1-ig várjuk ezeket az amatőr műveket, tehát vagy Magyarországon, vagy akár a határainkon túl is keres mindenki egy közteret, vagy kedvenc terét, strandját, valamilyen főteret, és elénekli, hogyha hangszerre nem tud játszani, elég, hogyha elénekli ezt a méltán népszerű dalt. És utána pedig ebből állítjuk össze a színnek, újra színezzük ezt az új klippet. Ha jól tudom, egy jótékonysági akcióval is összefügg ez a program. Pontosan, ennek van egy remélhetőleg egy hosszú távú célja is. Méghozzá minden egyes beérkezett videó kapcsán 1000 forinttal gazdagítjuk ezt a szín alapot. Ezt az alapot pedig arra hoztuk létre, hogy a zene oktatás, és aki a zene oktatásban részt kíván venni, az ne pénzkérdés legyen, hanem csak a tehetség, úgymond, ami határt szab ennek a dolognak. Tehát szeretnénk az ifjú tehetségeket támogatni ezzel, úgyhogy reméljük, hogy akár a szín után már üdvözölhetünk majd szín ösztöndíjasokat. A fesztiválozókról beszélgettünk, hiszen őket szólítja meg ez a program. Őket viszont leginkább az érdekli, hogy milyen zenekarok érkeznek az idei fesztiválra. Kezdjük a külföldi fellépőkkel. Évről évre a szervezők részéről elhangzik, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a szín szervezői, hiszen az év utolsó nagyobb hazai zenei fesztiváljáról van szó, és bizony ilyenkor nehéz már lecsapni külföldi fellépőkre. Idén mi a helyzet? Ez így van, tehát ezt meg tudom ezt erősíteni, viszont azért a színnek a szervezői csapata az eléggé tapasztalt ez ügyben, tehát megvannak azok a kommunikációs csatornák, ahol elérjük azokat a zenekarokat, amelyek a színre jönnek. Most is el tudom mondani, hogy ez körülbelül 90%-os készenlétben vagyunk a külföldi zenekarok kapcsán. Itt a világzene egyik nagy alakját említené meg, a Nohát, ő biztos, hogy itt lesz, a többieket pedig természetesen időben kommunikáljuk. A hazai fellépők közül kiket láthatnak majd a színre érkezők? Mindig, minden évben a világzenétől egészen az alternatív zenéig itt vannak tényleg a hazai zenei élet krémje látható. Ez az idei fesztiválon is így lesz, tehát egy nagyon színes paletta fog itt lenni a hazai zenekarok ügyében, tehát ahogy ön is említette, minden stílusban, és ugyanabban a számban, és változatosságban itt lesznek, ugyanúgy az Eddától a Csík zenekarig, tehát minden olyan stílusirányzat itt lesz a színen, ugyanabban a számban, mint ahogy korábban ezt megszokhatták a fesztiválozók. Tervezik-e, hogy szegedi zenekaroknak adnak bemutatkozási lehetőséget? Tervezzük, ez is ugye volt a korábbi színeken. Ezt általában a szín kapcsán is szeretném hangsúlyozni, illetve magán az ifjúsági ház kapcsán is, hogy fontosnak tartjuk a fiatal tehetségeknek a gondozását. Ezt akár a szín révén, de ugyancsak az ifjúsági háznak a programjában is ez szerepelni fog, mert meggyőződésünk, hogy rengeteg tehetség bújik meg úgymond garázsokban, amelynek miért ne adnánk teret.
Maradjunk még a szervezésnél. Korábban elhangzott, felmerültek olyan pletykák, hogy kikerül a szervezés az IH rendezvényközpont kezéből, nem is lesz szín, lehetett néhány hétig ezt is hallani. Mi történt, és jelen pillanatban mi a helyzet a szervezés körül? Tehát az Ifjúsági Ház fogja szervezni a színfesztivált, ugyanolyan színvonalban, illetve a zenekarok tekintetében és mennyiségben, mint ahogy a korábbi évekhez kapcsán. Én ezt tehát ugye meg tudom erősíteni, hogy lesz szín, tehát ez természetesen. Úgyhogy felállt a szervezői csapat, már voltunk többször a partfürdőn terepszemlén, ott kijelöltük már a szponzorokkal együtt is a helyszíneket, tehát minden a legnagyobb rendben van. A zöld fesztivál jelzőt megtartja a szín az idejében? Természetesen. Ez egy olyan siker dolog, amit természetesen megkívánunk tartani, hiszen a színnek van egy nagyon, nagyon érdekes hangulata, egy nagyon érdekes feelingje, hogy ezt a szót használjam. Ugyan egy nagyváros, tehát gyakorlatilag a szín az egy belvárosban, egy urbanista környezetben van, de mégis a természet lágy ölén, tehát a partfürdőn, zöld környezetben, és ezt a tudatosságot mindenképpen meg akarjuk őrizni, sőt bizonyos szempontból bővíteni is szeretnénk. Ez azt jelenti, hogy megjelennek majd a úgymond most már lassacskán szokásossá váló programok, és mellette pedig a civil szféra. Így van. Ezt mindenképpen szeretnénk erősíteni a civil szférát. Ennek több apropója is van. Az első, hogy az Európai Uniónak az önkéntesség éve van, és ez egy nagyon jó apropót ad a civil szervezetek bekapcsolásának, illetve megismertetésének, illetve a korábbi években is az esélyek kertje az nagy siker volt, illetve ezt szeretnénk még tovább bővíteni, és a civil szférát megszólítani. Zajszint, zajcsillapítás, állandó kérdés a szín körül, hiszen a szegedi lakókat leginkább ez érdekli, hogy mennyire tudnak majd aludni a fesztivál idején, augusztus végén. Aki aludni szeretne, aludni fog tudni, illetve azok a fesztiválozók, akik a nagy színpad előtt például a teljes zenei élményre kíváncsiak, ők is meg fogják kapni ezt a fantasztikus zenei élményt, úgyhogy mind a technikai kiválasztásnál, tehát a technikai eszközök kiválasztásánál nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mind a szegediek, mind pedig a fesztiválozók egy nagy élménnyel gazdagodjanak. Az előző összeállításunkban, amivel kezdődött a műsorunk, ott elhangzott egy pillanatra, hogy a tavalyi évben több mint 70 ezer látogatója volt a szegedi ifjúsági napoknak. Elég magasan van a léc. Az idei szervezők mit remélnek, mikor lennének elégedettek? Hát elégedettek nyilván akkor lennénk, ha ezt túllépnénk, vagy ezt nyilván, hogy ezt a határt mindenképpen megközelítsük. Itt nyilván, hogy vannak olyan tényezők, amelyek nem csak a színfesztiválra érvényesek, hanem az összes többi fesztiválra. Itt ugye volt egy gazdasági válság, viszont mi nagyon pozitívan gondolkodunk, tehát a szervezői csapat, úgyhogy ezt a lécet mindenképpen megpróbáljuk megcélozni. Itt a jegyárak azok nem változnak a tavalyi évhez képest, sőt azt az elővételi a bérletvásárlást is kitoltuk egészen július 10-ig. Akkor a tervek megvalósításához sok sikert kívánok, és további jó munkát, hiszen azt hiszem, hogy a szervezésben még a következő időszak lesz majd a legdolgosabb. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon szépen köszönöm. A zenei fesztivál után pedig színházzal folytatjuk. A tavainál több bemutató, több néző, nagyobb bevételek. Röviden ezek a számok jellemzik a Szegedi Nemzeti Színház idei évadát. Rövidesen Gyüdi Sándor főigazgatót várom a stúdióba, előtte azonban tekintsenek meg egy rövid összefoglalót az idei előadásokból. A Babona szerint, ha egy színház nagy bajban van, egyetlen esélye marad. Elő kell venni a Csárdás királynőt. Bár a mostani évad éppen Kálmán Imre klasszikusával indult 2010. november 1-én, de nem azért, mert a teátrum válságban lett volna, hanem azért, mert a szegediek kíváncsiak voltak Verecki Szilvia történetére. A 39 alkalommal játszott előadás szinte minden esetben teltházas volt. A legtöbb előadást azonban mégsem ebből, hanem a Csalóka Péter című mesejátékból tartották.
A főleg gyermekekből álló nézőtér 44 estén telt meg. Na, nincs nikapús, nincsen ényes, nincsen borcos, nincsen kényes, kölepcsont, ifjúcsont. Rajta, 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 amíg éltem, legény voltam, leányokat csiklandoztam, öregcsont, ifjúcsont. Rajta, 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 amíg éltem, leány voltam, kötényemben almát hordtam, öregcsont, ifjúcsont. Az évadban a két színház épületben összesen 365 előadás volt, 43-mal több, mint az előző szezonban. Átlagosan minden napra jutott egy. A 14 bemutatóból 8 prózai, 3 opera, 2 táncjáték és 1 operett volt. A Szegedi Nemzeti Színház továbbra is helyt adott az Ármel Nemzetközi Opera Fesztivál döntőjének, amelynek keretében tavaly novemberben 5 dalművet mutattak be. A Szegedi Társulat Verdi Traviátáját, amely a Vetélkedőn a közönségdíját is elnyerte. Majd utána még 13-szor játszották azóta saját szereplőkkel. Voltak vendégszereplések is. Az Édes Anna című Kosztolányi drámát a Budapesti Thália Színházban a Vidéki Színházak Fesztiválján játszotta a társulat Keresztes Attila rendezésében. Gidró Katalin ma a legjobb női alakításért járó díjat vehette át. Játszott a társulat klasszikusokat is, Molière, Csehovot és Shakespeare-t, Makrancos Katát, avagy a Boszorka megzaboládását. Napestig vitatkozhatnék vele, de hagyjuk. Líció, most maga jön. Ne vegye rossz néven, drága tanár úr, ha mindkettőjüket tréfálkozunk. Mehet sétálni egyet. Köszönöm. Ma nem lesz háromszólamú zene. És volt egy nagy visszatérés is a színház életében. Király Leventét újra főszerepben láthattuk. Mikszát Kálmánként sziporkázott Görgei Gábor darabjában. Ma az a hír járta a tisztelt ház órája felül, hogy rosszul jár. Elhatároztam, hogy valami perfekt órához igazítom az enyémet. Megszólítom Tisza Kálmánt. Kegyelmes uram, hány óra? Egy bizonyos, hogy dél elmúlt, fele Tisza szórakozottan. Hát ehhez mégsem igazíthatom az órámat. Szerencsére épp arra fut Hegedűs Sándor. Hány óra, Sándorkám? Mindjárt, mindjárt, mondja a szaladás közben, és még most is szalad talán. Jön Szappár Gyula gróf. Kegyelmes uram, hány óra? Hát még azt is én mondjam, megmosolyom. Látom, ott ül a szeglekben László Mihály. Hány óra, Miska? Szólóvatosan körülbámulnak. Miért kérdezed éppen tőlem? Kérdezd meg Gajári Ödönt. Ödönké. Hány óra? Az örökké, udvarias Gajári gondolkozás nélkül felel. Mennyi parancsolsz? A
A színházi ízelítő után évad értékelővel folytatjuk. Gyüdi Sándor főigazgató, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója a vendégem. Jó estét kívánok! Szép jó estét! Kezdjük egy aktualitással. Rendhagyó módon záródik az idei évad, hiszen egy kamaraszínházi fesztivál zajlik éppen ezen a héten is. Milyenek a tapasztalatok eddig az előadások során? Hány néző van? Sok nézőnk van, eddig 3 este zajlott, illetve zajlik, hiszen most is éppen előadás folyik. Ebből egy volt a vendégelőadás hétfőn, nagy közönség előtt ment. Ugyanakkor a mi darabjaink közül ebben az évadban utoljára lehetett látni azt a 2, amit tegnap este, illetve ma este megy a kis színházban. Hátra van még 2 vendégelőadás, majd Kecskemétről és Békés Csabáról. Sok jegy kelt el elővételben, néhányat lehet még mindig kapni. Ezek a vegyes előadások azt bizonyítják, hogy ide lehet még csalni a nézőket a színházba egy évad végén, hiszen azt hiszem, hogy ez volt a cél. Így van, ez volt a cél azért, mert tulajdonképpen a leghűségesebb nézőink az évad folyamán már minden előadást láttak, viszont azt szeretnénk, hogyha jönnének még ilyenkor évad végén is, és ehhez újdonságot kell adni, hát meghívtuk a szomszéd várak egy-egy könnyen idehozható, tehát kamara előadását. Így alakult ki ez a regionális kamara színházi fesztivál. Kezdjük az értékelést a repertoárral. Idén is nagyon színes volt a paletta, és nem csak a műfajt illetően, hiszen választhattak a nézők a klasszikus, illetve a modernebb darabok közül is. Így van, ezt az összefoglaló jól tükrözte, és a szándék is nyilvánvalóan az volt, hogyha egy városban egyetlen színház van, akkor az nem adhat magának olyan profilt, hogy itt a legmodernebb törekvéseknek adunk terepet, vagy éppen egy nagyon klasszicizáló játékstílus és darabválasztás uralkodik. Tehát mindenkinek, aki Szegeden színházba akar jönni, kínálni kell valami olyat, amit szívesen néz meg. Ebből következik, hogy a Szegedi Nemzeti Színháznak az előadásai, azok stilárisan is sokfélék, műfajilag is sokfélék. Egyetlen dolog lebeg előttünk, mint közös cél, az pedig a magas minőség. Az látható, amikor a nézőszámokat összegzik, hogy a klasszikus vagy a modernebb darabokat keresik többen, vagy azért lényeges különbség nincsen? Van némi különbség. A nézők többsége a felhőtlen szórakozást keresi a színházban, ez Magyarországon így alakult, nem mindenütt van így. Lengyelországban, hogyha egy néző úgy megy el az előadás végén, hogy nem tiportak a lelkébe, akkor úgy érzi, hogy nem kapott semmit. Nálunk eltolódott az utóbbi években inkább a szórakoztatás irányába. Mi azért próbáljuk visszacsempészni azokat az előadásokat is, amelyek komolyan elgondolkodtatják a nézőt, és ebben a valóban esetleg nem túl optimista világban éppen a környező feszültségek feldolgozásában segít a művészet ereje. Ezért volt az tapasztalható, hogy több vígjátékot is nézhettek a nézők. Így van, tehát megyünk abba az irányba, amit a néző szeretne, és egy kicsit vezetjük abba az irányba, amit mi fontosnak tartunk. És a nézőszám ezúttal nem csak büszkeséggel töltheti el a színházat, hanem fontos a finanszírozási szempontból is, hiszen a nézőszámhoz kötött a finanszírozás. Az évad után a Szegedi Színháznak akkor nem kell aggódnia. A finanszírozás az naptári éves adatokra épül, tehát azt, hogy 2012-ben ez hogy fog alakulni, azt már a 2010-es évünk lezárásakor tudtuk, és tudtuk, hogy előre léptünk ismét, folyamatosan növekszik a szám. Hogyha így az évad végi adatot nézzük, mert hiszen a színház hagyományosan évadonként készít mérleget, akkor is elmondhatjuk, hogy kb. 10%-kal több nézőnk volt ebben az évadban, mint a megelőző évadban. Ez 113 ezer fizető nézőt, és összességében 120 ezernél több nézőt jelent ebben az évadban Szegeden. Főigazgató úr említette, hogy fontos követni azokat az irányokat, amit a nézők is szeretnének, tehát a nézők hóhaját, de lehetett hallani különböző fórumokon, itt-ott lehetett olvasni, hogy tervben volt olyan, hogy esetleg a magyar darabokat majd jobban támogatják. Ezt ön hogy véleményezi, mi a véleménye erről? Tulajdonképpen úgy érzem, hogy mi a klasszikus magyar drámákból is válogattunk, és játszottunk moderneket is magyar szerzőktől. Az előző évadban például a Csongor és Tündét játszottuk, ebben az évben az Édes Annát, hogy csak példaképpen említsek egy-két darabot. Én úgy érzem, hogy játszunk magyar darabokat, fogunk is játszani, fontosnak is tartjuk. És legalább ennyire fontos a vendégjáték, méghozzá nagy sikerekkel. Hallhattuk, hogy az Édes Anna előadás kapcsán is egy komoly díjat
tudhat magáénak a címszereplő, ezen kívül pedig Mikszáth Kálmán különös házassága szerepelt Szeged napján a Nemzeti Színházban Budapesten. Így van, tulajdonképpen a Budapesti Nemzeti Színházban Szeged napja volt, Szeged napján, május 21-én szombaton. Nagy sikerrel ment ez az előadás, de büszkék vagyunk az említett Rivalda Fesztiválon való vendégszereplésre az Édes Annával, vagy arra, hogy az operatársulatunk sorozatban több egyszer egymás után, tehát minden évben szerepel a Budapesti Tavaszi Fesztivál műsorán. Ebben az évben Liszt darabbal, a Liszt bicentenáriumra való tekintettel ez a Don Sans volt, ami az itthoni közönség elé majd csak ősszel kerül. A kortárs balett szerepelt még, ha jól tudom, a Budapesti Tavaszi Fesztiválon. Az Infernót adták elő, ezt viszont már láthatta a szegedi közönség, és amit tapasztalhat most már évről évre, az az Armer Opel a verseny, sőt, a következő évad ezzel a fesztivállal kezdődik, ezzel a versennyel. Így van, egy 3 éves megállapodás született az Armer produkciós iroda és a színházunk között, tehát 2011-ben, 12-ben és 13-ban lesz fesztivál. Az időpontja kicsit változik, szerintem kedvezően, tehát november elejéről átkerült október elejére, így a nagyszínházi első bemutatónk opera bemutató lesz, és egyben a fesztiválnak a nyitó estje. Mekkora kihívást jelent a színház vezetésének, hogy itt ugye többféle társulattal kell együtt dolgozni, tehát nem csak a prózai csapat van, hanem például a kortárs balett, tehát ez a fajta közös munka mennyire jelent nagy kihívást a vezetőknek? Ez nagyon, nagyon jó lehetőségeket jelent, azt kell mondanom, és erre építünk. És legjobb példa rá az évad utolsó bemutatója Hári János, ahol a szegedi kortárs balett működik közre, nagyon igényes tánc koreográfiát előadva, ami a darabot egy új jelentés réteggel gazdagítja. De a korábbi években is például Lendvai Kamilló Mennyei Város darabjában, vagy a Katona történetében együtt játszott színészünk, együtt működött a kortárs balettel, illetve a szimfonikus zenekarral, vagy operai énekesünkkel, tehát sehol az országban nem lehet ilyen fajta komplex előadást létrehozni máshol, sehol nincsenek ilyen jó lehetőségek máshol, mint mi nálunk. Hogyha megtörténik az évad értékelése, utána gondolom a pihenő következik, majd felkészülés a következő évadra. Hogyan látja most a jövőt jelen pillanatban? Nem lenne szép elárulnom azokat a dolgokat, amit a holnap reggeli társulati ülésen fogunk bejelenteni. Nem lenne szerencsés, hogy egy színművész mondjuk innen a tévéből értesülne arról, hogy miben fog játszani jövőre, úgyhogy címeket nem mondok. Minden esetre igényes, gazdag évadot tervezünk, körülbelül ugyanannyi bemutatóval, mint az idén, és műfaji eloszlás szempontjából is megtartva az eddigi hagyományokat. Ehhez kívánok majd jó munkát, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Én is köszönöm. Önök hírháttér műsorunkat, a témát látták, holnap este 7:30-tól a Körút jelentkezik. Új témával pénteken várom önöket a híradó után 7:30-tól. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra! A műsorvezető Roland ruháját a forgalmazó Roland divatház biztosította.